Sziasztok! Ma a Leica Velux csúcskompakt fényképezőt fogom bemutatni nektek. Már több Leica termék megfordult a kezem között, és mindig megdöbbentett az a minőség, amit képviseltek. Ezért nem csoda, hogy alig vártam, hogy kezembe kaparintassak egyet. Lássuk, mi van a dobozban. A cégtől megszokott módon egy egyszerű, de elegáns dobozban érkezik. A dobozban van használati utasítás, objektívkupak, nyakpánt, napellenző és a fényképező. Plusz pár apróság, töltő, kábel, stb. Nézzük a fényképezőt. Első ránézésre ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy nem DSLR. Külsőre nagyon elegáns, fogása nagyszerű, súlya közel 1 kg. Nagyon masszív darab. A beépített objektív átfogása 25 mm-től 400 mm. Ez hatalmas. Tapasztalt szem azonnal észreveszi, hogy nem egy amatőr gépről van szó. Elég a módválasztó tárcsát jobban szemügyre venni. A teljesen automata és félautomata módok mellett lehetőség van személyre szabott funkciókat is beállítani. Nem véletlenül kapunk 5 darab egyénileg beállítható FN gombot. A fényképezőt bekapcsolva pillanatok alatt rendelkezésünkre áll. A tükörreflexes fényképezőgépekhez képest hatalmas újdonság az elektronikus kereső. Állítólag azt látjuk benne, amit később a monitoron fogunk. Kíváncsi leszek a gyakorlatban hogyan viselkedik. Például erős napsütésben vagy gyenge fényben. A kereső mellett ismét egy sokat sejtető kapcsoló található. Választhatunk egyszeri, folyamatos és manuális élességállítás között. Szép nagy kijelzőt kapott, ami kihajtható és elfordítható. Ez nagyon praktikus megoldás. Fotózás mellett a vlogolásnál is hatalmas segítség. Egyszoros érzékelőt és egy nagyon komoly képfeldolgozó rendszert kapott, amivel 20 megapixeles képeket és akár 4K videót tudunk készíteni. Wi-Fi-s és NFC-s adattovábbításra is van lehetőség. A Leica Image Shuttle alkalmazással telefonunkkal is összeköthetjük. Nagyon ígéretes tulajdonságok, alig várom, hogy kipróbáljam. Egy hónap múlva jelentkezem a tapasztalatokkal. Keressétek a Leica Hungáriánál!